Hatalmas koronás királyunk, így álltál kertünk közepén. Méltóságos szép cseresznyefánk, ágadon fészket raktam én. Alázatosan ott lapultak alattam alma, szilvafák, törperi bizlibokrok, málnák, kincsük mind hozzám hordanák. Madárnak képzeltem magam fönn, cseresznye csillagok között, lombfelhők hűvös rejtekéből átláttam a tetők fölött. Minden titok tudója lettem, falunkat, mint a tenyerem úgy ismertem, a kertet, ösvényt, hol bújdosik a szerelem. Ha megéheztem, szakítottam egy fürtnyi piros csillagot, a nyári szél ringó fészkem anyám öle elaltatott. Koronás király fia voltam, és sírtam, mikor jó anyám aludni hívott, pedig én ott álmodtam szépet igazán. A központi pártlap a Népszabadság hasábjain rendre olyan cikkek jelentek meg, miszerint Tollas Tibor, a volt csendőr, a volt nyilas, fasiszta hangvételű lapot szerkeszt nyugaton. Tollas Tibor szinte első számú nyilas közellenségnek számított akkoriban Magyarországon. Milyen érdekes, hogy ilyen vádakról olvastam én is az újságban, és más nem hallottam. Akkor Nagy Ferenc, a volt miniszterelnök, igazolt az én ténykedésemet 1944-ben, mikor a kárpátaljai dolgok történtek, előtte pedig Muraszombaton szolgáltam, ahol a németek március 19-én, mikor bejöttek, akkor én álltam a vennép, és az ottani magyarsága, amely csak 10% volt élére, és úgy mentünk tüntetni a bevonuló németek ellen. Tehát ilyen ténykedés ellenére, hogy így, ilyen sémával, ilyen jelzőkkel illetik az embert, az nagyon fájdalmas volt, mert sok magyart elidegenített tőlünk és a laptól is. Önnek nem lett volna módjában, hogy ezeket cáfolja? Hiába küldtünk helyesbítékeseket, semmit nem hoztak le belőle. De az élet megcáfolta őket, mert most már miután azok a tanúk, akik meghaltak, nem veszélyesek olyan szempontból, hogy Magyarországon elítéljék, vagy a Szovjetunióba vigyék őket, most, hogy azok meghaltak, így szabadon elmondhattam mindazt, amit a kárpátaljai dolgok miatt kentek rám. Több évtized után először járt Magyarországon. Verses köteteinek bemutatására szerzői esten vett részt, de a kérdésekre nem tudta elhallgatni a meghurcoltatását. Részleteket hallanak a szerzői estből. Tollas Tibor. 1945 után el kellett mennem Bereg megyébe. Vittem az akkori mennyasszonyomat, levágattam a haját, hogy megmentsem katonaruhába, és utána száradt szétszélet, vége volt a háborúnak, elékeztem Tisza Becsébe. És akkor tudtuk meg, hogy a Szovjetunió nem csak a csehszlovákiai Kárpátalját foglalta el, hanem átjött Uszka Milota Tisza Becs, három községre, a Tiszán innen, és még 23 községen bevezette az orosz közigazgatást. Akkoriban ezt a motor kerékpárral jelentettük a miniszterelnöknek, Nagy Ferencnek, és jelentést tudtunk küldeni, ami akkor még itt lévő amerikai és angol katonabizottság, ellenőrző bizottság felébe jutott, hogy 23 plusz 3, 26 magyar községet orosz közigazgatásra vették május 1-ében, 45-ben. A jelentésnek megvolt az eredmény és a bizonyítékoknak, tiltakozásra visszavonultak az orosz csapatok. Mindenképpen az ÁBÓ valami vádat akart ellenem emelni, még nem emelhette ezt az esetet, mert még akkor itt voltak a nyugati képviseletek. Egy olyan bajtársamhoz mentem el koronatanúnak, aki különben elítéltek volna, és mivel tudtam, hogy ártatlan elmentem, ezt az egészet a nyakamba varták, ezt a pert. Először 10 évre, aztán 8 évre ítéltek el. Letöltöttem 9 évet, jött 1956, épp az Astoria szállóban, amely mellett most elhaltam, ott voltam fűtő, és Kéri Kálmán bátyám, az volt a pincemester. Konkrét tényekkel alá tudta volna támasztani azt, hogy nem felel meg a valóságnak az a sok rágalom, igen, amit önre szórtak, de a többiek érdekében... Nem szólhattam a kárpátaljai dologról, hogy ez volt az a nagy vád, ami miatt engem elítéltek, ez a háttérbe. Az egészet a Nemzetről két teljes oldalán írtam meg. Nem emelhettem szót, mert bár Nagy Ferenc és a többi nagy a miniszterek mind igazolták a ténykedésemet, az ítéletemet is, de lőderélő altában a jutó kezdve végig a volt parancsokai mind otthon éltek, és ha én magamat mentem és föltárom az egész ügyet Kárpátaljáról, akkor ennek mind vége, őket elhurcolják. Szerencsémre Demszky Gábor, akkor az ellenzéknek a vezetője, jött át és közölte velem, hogy ott volt a Tiszáltan, és ott hallotta a nevemet, és elmondta, hogy egész más kérdésben szocializált felébívést mért a kárpátaljai határon,
És akkor ezt a döbbenetes esetet hozták tudomására, és a beszélőben először írta meg az egész szereplésemet. Egy példány van is nálam, azt tudok adni belőle, mellette azok az írásokkal, amiket akkor még élő koronatanúk, volt miniszterek, mint Nagy Ferenc, azon kívül még mások, mint Kis Sándor például, aki a Földosztó Bizottságnak az elnöke volt, már meghalt szintén, azok igazolták. De esen szó az úgynevezett nyilas lapról, a Nemzetőrről is. A lap 34 éven keresztül csak mocskolódást és súlyos kritikát kapott, mert soha senkinek nem volt türelme, vagy pedig igazságkeresés, hogy megnézzük, kik állnak mögötte. Amikor ezt a lapot mi szerkesztettük, akkor azt mondtuk, hogy nem képviselni jöttünk mi Magyarországot odakint, hanem csak szolgálni. Azt akartuk, hogy 56 után a súlyos korszakban érezze Magyarország, hogy valahol valakik, minden pártérdeken kívül, mint ahogy későbben a újjászületés előtt az ellenzék, amikor megindult, nem néztük milyen ellenzék, egyformán vettük, aki az ellenzékben van, hozzuk le az írásait, mutassuk meg a nagyvilágnak, de ne csak magyarul. Mert a Nemzetőr annyival volt másabb a többi újságnál, hogy belátta, hogy tanulunk el az ellenségektől. Ezelőtt 50 éve ezek Trianont úgy akasztották a nyakunkba, hogy nem szlovákul, vagy nem románul írták a maguk munkát, hanem világnyelveken szóltak a nagyvilághoz. Ezért mi a Nemzetőr. Itt hoztam el a dokumentum példányait, 6 nyelven jelentettük meg. Ugyan álltuk össze a pénzt, megjelent 34 éven keresztül, és még most is megjelenik Donaubote címet németül. Megjelent franciául minden két hónapban, a Courrier de la Liberté franciául is, eljutottuk volt gyarmatokra is. Megjelent a Guardian of Liberty címmel angol nyelven 35 éven keresztül. És megjelent Beirutban két alkalommal arab nyelven is, hogy ott is tudják meg, mi volt 1956. És amikor Ceausescu elutazott Kínába, hogy ott kapcsolatokat teremtsen, akkor két kínai számot is kiadtunk, amelyek, tehát Ázsia minden követsége és minden konzulátusa megkapta, hogy tudják meg az erdélyi kérdéstől kezdve végig a kisebbség magyarok szenvedésén át Magyarországon mi az igazi helyzet, és tudják meg Ázsia legnagyobb nyelvén, kínai nyelven is. Tollas Tibor egy verses kazettát is hozott magával. Erről hallják egyik versét, amelyet egy költőtársának írt. Indián sirató, Sütő Andrásnak. A turistának csak látványosság, de nekik szent hely. Ősök szelleme védi a törzset, a tenyéri ország körül figyelő hódítók szeme. Szélfút arcukon ránt serebben, a húnyó napnak borszín sugarát kortyolják, halk szavuk ismeretlen fohász, tekintetükben néma vád. Kezük nyomán még szőttesek őrzik, és agyakorsók virág díszei a megölt múltat, tengerből csöpnyit, és királyi nép kincsét hirdeti. Új hódítók gyűrűjébe zárva is él egy nép, nem tud kiáltani, sorsuk a kopjafák némasága. Ők a Kárpátok indiánjai.